szép. A 2013-as indulásnál még a Szemere utcában volt a főhadiszállása a városi rendészetnek, emlékezett a kezdetekre a MIÖR igazgatója. Kovács László Csaba felidézte a 2013 októberi költözést is a győri kapuba, a folyamatos létszámbővítéseket, a növekvő támogatásokat. 90 főről 160 főre emelkedett a létszámunk. 5 gépkocsival indultunk, jelenleg 9 gépjármű, 4 robogó, 4 kerékpár áll szolgálatban a Miskolci önkormányzati rendészetnél. Munkatársainknak lehetőséget adott az egyenruházatnak a megfelelő módon történő biztosítása az önkormányzati költségvetésből. Képzésekre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen hogyha a létszám, a technika és a elhelyezés rendelkezésre áll, tudunk magunkra is több időt, energiát fordítani. 2015. októberében letették esküjüket a körzeti rendészek. A serüfrendszerrel és az alközpontok létrehozásával pedig még közelebb kerültek a lakossághoz. Hubai György, a rendészeti bizottság elnöke azt mondta, a városvezetés legfontosabb feladata volt 2010 után a közbiztonsági program elindítása. Kezdetben 300 millió forinttal támogatta a város a rendészet működését, tavaly viszont már az 1 milliárdot is meghaladta a támogatás mértéke. Az elkövetkezendő időszak az egy hatalmas fejlődés a rendészet életében, hiszen a Modern Városok program keretében lehetőséget kaptunk arra, hogy mintegy 1,6 milliárd forint értékben még 800 térfigyelő kamera kerül kihelyezésre. Ez a feladat ez már 2 évvel ezelőtt elindult, a telepítési folyamat, illetőleg a tervezés, és 2019-re reményeink szerint mind a 800 térfigyelő kamerát ki tudjuk telepíteni. Az önkormányzati rendészet 5 éves születésnapján egy fát is elültettek az évforduló emlékére.